Sziasztok, Kitti vagyok. Arra gondoltam, hogy biztosan sokan kíváncsiak vagytok rá, hogy milyen a minősége és a méretezése az olcsón külföldről rendelt fürdőruháknak. Szóval egy ázsiai webshoptól, az Zaful-tól választottam most 6 darabot, úgyhogy nézzük is meg együtt, hogy milyenek ezek. Amúgy mindegyik fürdőruha egy ilyen visszazárható, átlátszó műanyag tasakban érkezik. Szerintem tök praktikus, mert például strandolás után, hogyha átöltöztök, akkor ebbe beledobjátok a vizes fürdőruhát, és akkor úgy a cuccaitok közé teszitek, úgyhogy erre például tökéletes. Egyébként még annyit el szeretnék mondani, hogy én MS-LS méret vagyok, minden fürdőruhából LS-et választottam, és még annyi a lényeges információ, hogy mindenhez majd találtok linket lent az infoboxban, úgyhogy majd nézzétek meg. Először ezt a pirosat választottam, a felsője felül ilyen fodros, tök jó minőségű, klasszikus fürdőruha anyaga van, ezt csak azért mondom, mert régebben rendeltem már egy olyan fürdőruhát, aminek semmi köze nem volt a szokásos fürdőruháknak az anyagához, és hát elég érdekes volt, de szerencsére ezzel nem ez a helyzet. Két rétegű, fehér a bélése, állíthatóak a pántjai, és van benne a mell részénél egy-egy szivacs, amit itt oldalt ki is lehet venni egy kis lyukon, hogyha valakinek nem lenne szüksége rá. Akkor a bugyija pedig két oldalon húzott, ez is két rétegű, és a bélése pedig ugyanez a piros anyag, viszont nincsen levarva, ezért így ki tud fordulni kicsit a szélein. Összességében amúgy teljesen meg vagyok velük elégedve, és pont jó is lett a mérete, úgyhogy nagyon örülök nekik. Ezt a világos kéket vártam a legeslegjobban a rendelésből, mert már 1000 éve szerettem volna ilyen fazonú felsőt, amúgy nem ilyen klasszikus fürdőruha anyag, viszont nagyon közel áll hozzá. Az alsó része ilyen íves, ahogy láthatjátok, szóval nem egyenes, hanem van benne ez a V alak. Amúgy nagyon divatosnak számítanak ezek most Instagramon, inkább itt csak ilyenekkel találkozom, hogyha görgetek a képek között. Amúgy nem sima bugyis, de nem is tangás, hanem brazil fazonú, azt hiszem ezt úgy hívják, ami a kettő között van. A felsője vastag pántos, a mell részénél szintén van benne egy-egy szivacs, viszont ezek nem kivehetőek, összességében teljesen oda vagyok érte, és gyönyörű szép a színe is, ráadásul azt hiszem, hogy most le is van értékelve $12, ami átszámítva valamivel több mint 3000 forint, úgyhogy maximálisan megéri szerintem az árát, hogyha érdekel titeket is, akkor mindenképp nézzétek majd meg az infoposztot. Még ezt a királykéket is választottam, ennek sincs amúgy klasszikus fürdőruha anyaga, viszont teljesen el tudom képzelni strandoláshoz, úgyhogy nincsen bajom vele. Az alsó része két rétegű, és ez is brazil fazonú, bár kicsit a sima bugyi felé jobban hajlik, de nem az. Akkor a felsője is két rétegű, állítható pántokkal, ami tök jó, illetve szintén egy-egy szivacs van itt a merésznél benne, kivehetőek ráadásul. Ugye én LS-et választottam, viszont a felső részét inkább MS-nek mondanám, mert amikor felveszem, úgy érzem, hogy kicsit két oldalon így kibudjan belőle a mellem, de amúgy szuper lenne, és akinek szintén széles csípője van, picit kisebb mellel, azoknak tökéletes lehet az LS, viszont lehet, hogy így is fogom hordani, mert egyáltalán nem vészes, úgy gondolom, és tetszik annyira. A következő darab, ez a végighúzott anyagú halvány rózsaszín fürdőruha, bár szerintem ehhez azért kicsit barnának kell lenni, hogy jól mutasson, különben eléggé sápasztó szín is lehet. A felsője ilyen kis pántos, nem állítható ennél a pánt, viszont hogyha nagyon bele akarnék kötni, akkor azt mondanám, hogy túl közel van talán ez a két rész egymáshoz, és hogyha kicsit kijebb lennének a pántjai, akkor jobban mutatna, de igazániból így is teljesen jó, illetve úgy érzem, hogy még bőven tudna nyúlni, úgyhogy nagyobb merre is ideális lehet. Akkor az alsó része is két rétegű, túl sokat nem is tudok róluk mondani, pont olyan, mint amilyenre számítottam így a képek alapján, úgyhogy ezekkel is maximálisan elégedett vagyok, és tudom nektek is ajánlani. Még egy ilyen húzott anyagút, vagy redőzöttet, vagy nem is tudom, hogy mi a helyes megfogalmazása ennek az anyagnak, szóval választottam még egy ilyen fehéret, bár őszintén szólva félek a fehér fürdőruháktól, mert eléggé kellemetlen tud lenni, hogyha vizesen kicsit átlátszik, úgyhogy ez az első fehér darabom, bár egyébként két rétegű, meg vastagabbnak tűnik az anyaga, úgyhogy remélem, hogy nem lesz ilyen probléma majd a strandon. Amúgy, ahogy láthatjátok is, a felső ilyen csík fazonú,
állítható pántok vannak hozzá, és tök jó, mert le is lehet venni, szóval csak így simán is lehet hordani pántok nélkül. Az alsója tangás, bár érdekes, mert teljesen ugyanúgy néz ki előről is, meg hátulról is. Külön amúgy nagyon tetszik benne, hogy ennek ilyen extra vékony pántja van, mert azért eléggé ideális barnolós szempontból, illetve nagyon cuki még az is, hogy itt felül, elől, meg hátul van rajta ez a kis fodros rész. Őszintén szólva tökéletesen elégedett vagyok velük, és nagyon-nagyon jól mutat felvéve, úgyhogy ez az egyik kedvencem. Eléggé bejött ez az anyag, ugyanis ez a fekete már a harmadik ilyen a rendelésből, a felsője teljesen ugyanolyan, mint a másik fehérnek, úgyhogy ezt nem is mondom el újra. Az alsó része pedig sima bugyis fazon, és szintén ilyen pánt van itt az oldalán, viszont ez egy kicsit vastagabb, mint a fehéré, de még így is ideális barnolós szempontból. Illetve, hogyha bele akarnék kötni, akkor azt mondanám, hogy csak az egyik oldalon van itt varrás, és megcsinálhatták volna például szimmetrikusan is, hogy itt a másikon is legyen, viszont engem egyáltalán nem zavar, úgyhogy így is teljesen meg vagyok elégedve ezzel a választással is, és pont olyan, mint amire számítottam. Plusz rendeltem még egy ilyen gyönyörű, szép csipkés fehér kimonót. Tudjátok, ezt csak így fel szokták kapni a fürdőruhára, én mindig hordok ilyesmiket, és iszonyatosan szép szerintem, bár nem fürdőruha, viszont hogyha már témánál vagyunk, akkor gondoltam, hogy ezt is megmutatom. Biztos, hogy fogom vinni majd magammal az összes nyaralásra, derékban itt meg lehet kötni, térd alá ér nekem a hossza, és nagyon-nagyon szép. Úgyhogy ne felejtsétek, hogy mindenhez, amit a videóban láttatok, találtok majd lent linket az infoboxban, úgyhogy ha van kedvetek, akkor nézzétek majd meg. Összegezve amúgy pozitív csalódás volt ez a rendelés, és tényleg mindegyik fürdőruha szerintem megéri az árát. Hogyha a kettő kedvencet ki kéne emelnem, akkor az a fehér lenne, a másik pedig a világos kék, úgyhogy bátran tudom amúgy az összeset nektek ajánlani. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, akkor dobjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni sem a csatornámra, valamint nyomjátok meg lent a feliratkozás melletti kis csengőt, illetve Instagramon is tudtok követni. Cenekitti néven találtok meg, találkozunk a legközelebbi videómban, addig is legyen nagyon-nagyon szép napotok, sok puszi nektek, sziasztok!